10 éve termelői piac Pécsen. Olvasható a felirat ezeken a tortákon, amelyek a jubileum alkalmából készültek. A Kossuth téren ünnepelték a kerek évfordulót a szervezők, az árusok és a vásárlók. Mindez a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásából valósulhatott meg, mondta a Patronus Szociális Szövetkezet elnöke. Varga Zsanett kiemelte, hogy a helyi termelők összefogásának köszönhető ez a sikeres 10 év. Együtt, egységben így tudjuk képviselni Baranya megyét, és megmutatni, hogy mennyi érték rejlik itt, mennyi kincs, minden termék mögött egy-egy történet, és javaslom, hogy látogassanak ki, akik nézik ezt a felvételt, illetve nagyon örülök, hogy itt vannak és kilátogatnak az emberek, és úgy gondolom, hogy újra népszerű a termelői piac itt Pécsen és országszerte. A pécsieknek is megéri, ha a helyi termékeket választják, mondta a belváros önkormányzati képviselője. Kővári János hozzátette, ennek három oka is van. Egyrésztről egészségesebbek ezek a termékek, mint amiket konzerválnak és a nagy áruházakban megvehetjük. Másrésztről nyilván környezetkímélőbb innen helyből beszerezni, mint mondjuk Spanyolországból barackot hozni, meg nem tudom, Kínából fokhagymát. Harmadrészt pedig nyilvánvalóan akik megtermelik, azoknak ez a megélhetése. Az eseményen részt vett a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Őri László emlékeztetett, hogy a háború és az európai szankciók miatti áremelkedés az élelmiszeriparban is érezteti hatását, ezért is érdemes helyben vásárolni. 10 év után azt mondhatjuk, hogy oda jutottunk, hogy mára ez nem csupán egy elköteleződés kérdése, nem csupán szimbolikus ügy, hogy legyen termelői piac Pécsett, hanem a gazdasági racionalitás, a szállítási költségeknek az egekbe emelkedése is indokoltá teszi ezt a piacot. Emellett az új vásárcsarnok is azt a cél szolgálja, hogy a pécsiek a helyben készített termékeket válasszák, a termelőknek pedig helyszínt biztosít a város más piacaival együtt az árusításra.